Egy új lehetőséggel bővült a Móralmi szolgáltatások sora. Februártól elektromos járművek töltésére alkalmas töltőállomás is rendelkezésre áll a településen. Hogyan indult ennek a kivitelezése, mi indította el? Ez egy határon átnyúló pályázatból valósult meg, egy román-magyar határon átnyúló pályázatból. Zsombolya a testvér településünk a főpályázó, és a pályázat úgy állt össze, hogy elektromos közlekedést fejlesztünk. Zsombolyáról fognak hozzánk jönni elektromos buszokkal vendégek, fő szabályként a turisztikai kínálatunk miatt, tehát fürdeni, színházba és egyéb lehetőségeket megnézni. És az volt a pályázatnak a lényege, hogy mi tudjuk őket fogadni. Ebből már korábban megvalósult a Bubba busznak a beszerzése, ami amúgy működik is, mint városnéző kis busz. Illetve az is fontos volt, hogy ez az ide érkező busz tudjon tölteni elektromos árammal. Így létesítettünk elektromos töltőállomást, és amúgy Zsombolyán is létesül elektromos töltőállomás. Ők még úgy tudom folyamatban vannak vele. Nálunk december 31-ével elkészültek, és most kerültek üzembe helyezésre. Úgyhogy kettő ilyen töltőpontot tudunk Mórahalmon most már felkínálni az ide érkező vendégeknek, illetve reméljük a lakosságnak is egyre nagyobb szüksége lesz rá. Nem megyünk túlságosan bele a használatába, hiszen akinek van ilyen járműve, az nyilván tisztában van vele, de mégis azért egy-két dolgot felületesen említsünk meg, hogy gyakorlatban hogyan is néz ki ez a töltőállomás. Ezt a két töltőállomást, az egyik az itt látható, ez az önkormányzat mögött a Szövetkezeti utcában található, a másik pedig a bowling pályával szemközt van, és ezt a két töltőállomást az MVM Mobility Kft. Üzemelteti, velük kötöttünk szerződést, hiszen az üzemeltetéshez elég komoly feltételek szükségesek, és ez szintén az elektromos autóval rendelkezők tudják, ismerik a mobility hálózatát, hiszen ez egy országos hálózat, és ők úgy tudnak ehhez csatlakozni, hogy általában gondolom már le is van töltve nekik az applikáció, és az applikáción keresztül tudják a töltést megvalósítani, és fizetni is tudnak rajta. Parkolni is lehet ezen a területen. Tulajdonképpen hány elektromos autó tartózkodhat itt, illetve egyéb autók is, hogyha jól látjuk, azért itt a térkövezés ez egy kicsit nagyobb, mint maga a töltő. Igen, itt alapvetően, amit mi a pályázatból megvalósítottunk, ez a töltőhöz kapcsolódóan kettő töltőhely és kettő várakozóhely. A töltőhelyeknek van szenzora, aminek az a lényege, hogy az autósok az applikáción keresztül az ország bármely pontján amúgy látják, hogy melyik töltőhely szabad és melyik foglalt. Tehát amikor érkezik Mórahalomra, akkor ő már tudja, hogy számíthat-e arra, hogy itt tud azonnal tölteni, vagy teszem azt várakoznia kell. Kifejezetten ezért azt is szeretnénk, hogy itt ne használják főszabályként csak a töltés szempontjából ezeket a helyeket. De az önkormányzat alakított itt ki további parkolóhelyeket, éppen ezért van arra lehetőség, hogy parkoljanak is. Még azt szerintem nagyon fontos, hogy ezek a töltők villámtöltővel is ellátottak, ami már a korszerűbb, tehát nem órákig kell tölteni az autót, hanem tudomásom szerint olyan 20 perc alatt már értelmezhető mennyiségű áramot tud juttatni az autóba, illetve nem minden autó alkalmas ezekre az úgynevezett villámtöltőkre, a DC töltőkre, ezért a töltőink tudnak AC csatlakozási pontot is. Arra pedig akár azt tudjuk javasolni, hogy ha valaki azzal tölt, leáll, tölti, elmehet fürdeni egy 3 órás jeggyel a fürdőbe, és utána visszajön és tud menni tovább az autójával. De mondjuk ugyanezt a bowling pályánál is megteheti, illetve a településen turisztikai kínálat van annyi, hogy reméljük, hogy akár ez is vonzerő tud lenni a vendégek számára. Milyen szempontból tud ez mondjuk turisztikai vonzerő lenni? Ez egy új célközönség lehet? Az egyik, amit fontosnak tartok, hogy mi mindig is elkötelezettjei voltunk a környezetvédelemnek. Tehát kezdettől fogva a programjaink, a rendezvényeink, az elektromos kisbusz még ezelőtt a pályázat előtt beszereztünk, mert szerettünk volna elektromos járművet. Tehát azt gondolom, hogy ez a környezettudatosság, a fenntarthatóság, ez nagyon sok embernek hívó szó, vagy egy fontos olyan gondolkodásmód, amivel tud azonosulni, és Mórahalom ilyen szempontból élen jár. A másik, amit én úgy gondolom, hogy még egy
újabb célközönség, akit könnyebben meg tudunk szólítani, hiszen az elektromos autósok egy eléggé összetartó közösség, és ez a közösség elérhető és kommunikálható az, hogyha hozzánk jön az autójával, akkor itt helyben tud tölteni, nem kell neki innen máshová még elmennie, tehát amíg itt tartózkodik, addig a töltési lehetősége is adott. A Buba buszon kívül van-e más olyan járműve az önkormányzatnak, ami most már itt is tölthető? Igen, mi ennek nagyon örültünk, ez így tulajdonképpen egy kicsit véletlen, de most érkezett az önkormányzathoz tudomásom szerint 3 elektromos autó, így azt reméljük, hogy ez a töltőállomás ez tényleg kihasznált lesz, és reméljük, hogy egyre többen fogják használni a lakosok és az itt dolgozók közül is.